Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. A mai este hárman képviseljük a Nagykanizsa Piarista Óvoda építész csapatát, de engedjék meg, hogy a nagyszámú közreműködő közül kiemeljem Tatár Balázs tervezőtársunk és barátunk nevét, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez az óvoda és ennek a tervei elkészültek, és aki majdnem pontosan egy évvel ezelőtt hagyott itt minket. Azóta is hálával gondolunk áldozatos munkájára. Gyerekeknek tervezni mindig különleges feladat. Nem volt ez másként a nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina óvoda esetében sem. 2013 év végén kaptuk a megbízást a Piarista rendtől, és egykori piaristaként úgy érezhettük, nagyon örültünk, hogy kicsit hazaérkeztünk. Egy olyan intézmény épület állományának a fejlesztésekor kamatoztathattuk szakmai tapasztalatainkat, amelynek egykor mi is a diákjai voltunk. Az idő rövidségére való tekintettel, meg András mozgolódására való tekintettel egy kis filmet készítettünk nektek, hogy bemutassuk az épületet. Fogadjátok szeretettel! Építési folyamat egy különös találkozás, ahol a tervezés során felmerült vágyak, gondolatok valósággá válnak. Számunkra ez egy sajátos izgalmi helyzet. Egyfelől aggodalom, hogy a megvalósult munka olyan lesz-e, mint ahogyan azt elterveztük, és amennyiben olyan, akkor az valóban megfelelő válasz-e az adott munka során felmerült funkcionális és esztétikai igényekre. A helyszínrajzi adottságok és a szűkös anyagi lehetőségek a kétszintes foglalkoztató vízióját szülték. A galériás csoportszoba téri összetettsége egymástól eltérő használati tereket kínál. A sajátos metszeti kialakításnak köszönhetően két irányból kaphat bevilágítást a tér, amely a felülvilágítókkal kiegészülve egész nap jól bevilágított tereket eredményez. Az egy fontos dolog volt, hogy ez a ház ez a toldaléknak a toldaléka. Régi iskolaépület mögé épült egy műhely. A műhely később tornaterem lett, és emellé a tornaterem mellé helyeztük le az épületünket. A kötöttségek azok tudnak kapaszkodót is jelenteni. Ilyen volt a tégla kerítés, ami nagyon határozott vonalával rögtön megadta a háznak a helyét. Kapaszkodó volt a ferde tető is, amiből készen kaptunk egy formát. Találtunk a helyszínen egy falat, a tornateremnek a kőburkolatú falát, és ez egy az egybe be tudott épülni az új épületbe is, és valahogy így természetesen átörökített egy logikus szerkezeti rendet. Minden óvoda egyik legfontosabb közösségi tere az öltözőket magába foglaló közlekedő. A szomszédos támfal mellett húzódó szűkös folyosónak a csoportszobák benyúló emeleti térrészei játékos térvilágot biztosítanak. A felnyíló, kétszint magas légterekbe beáramló természetes fény változó környezetet teremt. Ennek a játékos téri világnak párja az épület színhasználata is. Hogy a jelölésnek köszönhetően, hálásak vagyunk a jelölésnek, ennek köszönhetően az elmúlt 3-4 hét elképesztően vidám hangulatban telt az irodába, a mi kis alkotó közösségünkbe. Végre bent is játszhattunk egy kicsit, a napi rutin mellett felüdítő volt, hogy ezt a filmet leforgathattunk. Köszönjük szépen!